Na, sziasztok, itt vagyunk újra az Echelon Book One végigjátszásánál. Itt vagyunk talán az utolsó területnél, Rothulnál. Rothadó elvő, vagy valami ilyesmi, de szó szerint. Hát igen. Meg még ugye a Citadelra lesz. De jó, hogy nem talán minden. Nem sérültünk. De hogy bele kellett lenni a fél manámat, mert nem hatott a nagy része, basszus, hát ilyen, nem tényleg. Nem tudom, hol vannak azok az óriások, basszus. Lesznek. Ha szerencsé, ezek lassúak. Egy pozitívumok. Itt kéne legyen az utolsó kulcs is, plusz a tojás is. Vagy nem kell, de kell. Nem hiszem el. Szerencsére nem kellett végül. Most nem fogok hozzávonni rá már semmit. Szerencsére elkerültem. Ugye? Na, megint. Miért nem oda lenni, ahol mondom neki? Ezt nem értem.
elkerültük ezt is. Szerencsére. Itt van még egy a biztonság véget. Alulról is jönnek, jaj de jó. Most megint mi? Ez most mi volt megint? 75-60%-os eséllyel leszel. Nem is értem. Ez mi? Mi volt megint? A weapon, ez mekkora szivatás. Fegyver jött le. Ez a legjobb fegyver. Eddig. De vissza is olyan határa szoktam emlegetni. Tudunk ezzel teleportálni. Ha, itt tudunk visszajönni ide. Hát csak innen is azért még kell császkálni egy picit. Nincs nálam semmi gyakorlatilag. Csak értelme nincs a dolognak. Vissza is mehetünk. Gyakorlatilag. Így lehet ugye csak utazni. Több is ahova nem visz. Alig vártalak. Hogy kap? Köp kap, vagy harap, vagy nem tudom milyen vagyok. Azt is használhatnék. Jaj, nálul is jön még egy. Ezt megoldjuk így. Itt nem volt szép, de meg kellett volna oldani a dolgot. Mi gyakran szívt ilyen gyakran?
akkor akkor tud velem haladni, basszus. Igen, védelmem van már. Nem, egy több már nem jön lassan. Akkor lehet, hogy nem is lesznek óriások? Még itt vannak ilyen hegyek, meg magasabban a tető. Bár mondjuk az érdekes, hogy ott már hatalmas magasságban. 2 mm alá lép tenger. Jó, hát ez valószínűleg a grafikának a hátráltató tényezője. Ó, csak nem goblinok. Ó, nem, itt vannak az óriások. Akkor mégis vannak itten óriások. Ezek alapján. Hát ez meg a goblin szitet elállnak a határa, még nem egy nagy valami határjelző, de... Tojásnak itt kell lennie valahol. Úgy. Úgy mondták, hogy a citadella mögött van. Most lehet, hogy itt. Aha. De hogy tudunk bejutni? Ez mi a fészkes fene? Pók. Talán. Ja, igen, itt lesz, mert azt mondták, hogy a pók. Úgy olvastam, hogy a pókos helyszínen lesz. Ah, itt be lehet jönni. Itt tűnik. Lesz. Ajaj, itt van a pók ica. Szerencsére nem szereti a tüzet, mert akkor kivéleni néha. Ez is azért tud szivatni, ha akar. Nagyon szeret. Akkor szivat. Ez is a HP. Csak 150-et ad, azt képest könnyebb leverni, mint a többi ellenfelet. Elvileg valahol itt van. Jobb lenne pihenni.
Mondjuk remélem nem úgy van, hogy csak hozzáadja a maradék hiányzó részt, mert az XP-hez, amikor ugye beváltom a tojásokat, mert akkor nem érek vele annyit, mint egy teljes szintugrással. Ez hasonló, mint a Heroes 3-ban, amikor egy ilyen szintű fába mész, aztán már csak 100 XP hiányzik. Ez az... Ez is ki tudja védeni? Már csak azt kell tudni, hogy hol van a tojás. Akkor erre lesz, aztán vannak. Ez is kivéri. Gondolom, hogy elég szűk a hely. Bassza, mekkorát tettem. Ez durva volt. Szépítés volt. Jöttem. Nem sok a százalék esély. Megvan a harmadik is, már csak vissza kell vinni. És innen nem tudunk elvinni, de ez várható is volt. Ilyen labirintus rész. Ah.
meg kell nézni, hogy valami lejön, mert most már nem vigyázva, hogy csinálom ezeket a dolgokat. Lehet a pihenni, gondolom nem. Na, de. Lehet. Nagyon szeretem ezt, akkor ez van. Miért ilyenek vannak itt mindenhol, basszus? Persze, most a helyem. Ezt nagyon szeretem, amikor ez van. Meg ez is. Hármat lövök bele, és egyik se talál. De ez már teljesítmény. Ő persze kritikus ütéssel válaszol. Szeretem ezt. Nem hiszem, mindenhol ilyen szar csúszómászó van. Legalább találnám már úgy erőteljesen, ahogy ő is. Értek-e? Pihenünk egy kicsit. Ha engedné, de itt nem engedi. Valószínűleg azért mennyi tele van ilyen szarral a környék. Nagy valószínűséggel. A legjobb az, amikor a legjobb fegyveredet zúzza porra. A sav zúzzát teszi nullává. Az a legjobb. Ez most honnan? Honnan a vickét ide? Aj, de szeretem ezt, amikor egy se talál.
Ő meg persze örökké talál, mert miért ne? Ugye vár. Már nincs semmi. Én vártam, miért Rotwood a pályarész neve. Rothadó erdő, ami... Azt a... Én nem, bocsánat, nem a rot. Hát a németben mást jelent. De nem, az a vicces, hogy angolul is a rot, az rothadást jelent, és németben is azt hiszem. Én nem a németben, bocsánat, nem a németben. A vöröst jelenti, ugye már. Szóval... Azért van egy kis eltérés. Nincs több ilyen csaszogó, mint darvány. Alig várom őket. Mi történik itten? Kérem szépen, nincsen csoszogó. Hiányoznak. De mindjárt megjelenik öt. Tudok az óriások, mindjárt beszélünk velük is. Ezek jelentik a hegyet, ezek egy-két szikra. Jelölő hegyek között élnek, de... Rád vártam már, jó ideje. Annyi ilyen volt, hogy majdnem ugrattam egy szintet, mi láttuk. Ott elvileg nincs semmi, ugyebár.
Elég nagy ott az óriások helye. Helyszíne. Ignorál engem. Észre se vesz. Ez is. Ez mind örök. Megváltozik. Megközelítesz egy hatalmas lény óvatossággal. Mérete szinte hihetetlen, legalább 9 láb magas, ahogy meg tudod körülbelül határozni. Elég egyedi... nem akartam hirtelen mondani nektek, tetkúj. Tetkújjelek vannak a melkosán és a kezén. Míg a többi óriásanyéneket nem láttam. És egy nyakláncot is visel, amit kagylókból és csontokból készül. Mi nagy hanggal beszél hozzád, hogy közelít, vagy ahogy közelítesz hozzá. Hey, te ember, miért jöttél a falunkba? Az óriások szétzúzzák az átjáró lényeket. Habár úgy néz ki, hogy mint egy őrzőként figyelne fel jelenlétedre, nem mutat semmilyen félelmet, tehát hogy valamit őriz. A törzsőző domár keresen te vennél, az felveli a szemedekét, gyanúsan rád nézve. Igen, én tartom ezt a nevet, szó szerint. Mit is akarsz, ember? És akkor elmondom neki, hogy a Goblin kulcs. Már egy nagy levegőt vesz és keresztezi karjait. Olyan vastagok karjai, mint egy fatős. Igen, ember, én tudok a kulcsról. Az óriások szerezték vissza, miután a goblinok bemerészkedtek a táborunkba. Mi lezúztuk őket. Szép zselés valamivé, és megtaláltuk a kulcsot, meg is tartottuk. Erubor farány, barátja az óriásoknak. Szólt nekünk, hogy jössz majd a kulcsér. Miért keresed ezt a kulcsot? Mi a dolgod a goblinokkal? Arra fogom használni, hogy bemenjek a goblin szadalába és elpusztítsam Gramukot. A goblin lerohanásoknak vége kell legyen. Már mosolyog. Minden goblin az óriások ellenfele. Ellensége. Így támogatjuk küldetésed. Odaadom a goblin kulcsot, ahogy Erubor megkérte, de először kérlek, tegyél egy feladatot nékünk, az óriásoknak is. Barátságot kell mutatnod az óriások felé, és aztán odaadjuk néked a kulcsot. És mi is segíthetünk ezáltal a goblinok goblinokkal való harcban. Együtt lezúzzuk ezeket a kis jelentéktelen zöld férgeket. Mi a feladat? A nagy, óriás főnök, akit Torusznak hívtak, megölték szezonokkal korábban. Egy ember, Thorndrake ölte meg. Úgy vadászott rá, mintha egy állat lett volna. Thorndrake annyira utálta. A Thorndrake-ot annyira utálták az óriások, mivel óriás ölőként volt ismert. Ő elvett egy nagy főnök koponyát még korábban a vadász táborába éjszakon, és trófeáként mutogatta. Most pedig a nagy főnök lelke nem nyugodhat egészen addig, amíg a koponyát vissza nem térítették hozzánk. Visszaszerzett a nagy főnök koponyát Tondik
táborából, és hozd vissza, hogy újra egy nyugathasson a nagy főnök nyugalomban. Megteszed ezeket az óriásokért, és akkor mi tudni fogjuk, hogy te barát vagy. Aztán pedig odaadjuk neked a goblin kulcsot, és segítünk abban, hogy harcolhass a goblinokkal. Oké, megcsinálom. Omar, köszöni néked. Amikor visszatérsz, mi majd kereskedünk és megbeszéljük a terveket a goblinok lezúzása kapcsán. Na akkor ez az a koponya tehát, amit... Ó, bakker... Amit... Valamelyik városba ott hagytam, basszus. Szuper. Hát hát itt a goblin kulcs. Ez így vicces volt. Akkor igazából megvan a goblin kulcs. Azt hittem, hogy ez is megnézhető. De nem. Na hát akkor mehetünk vissza a... Goblin kulcsér. Teleporton keresztül. A Goblin kulcsér? Koponyáért. Goblin kulcs van itt van nálunk. Ez az alternatív megoldás. Amíg volt 520 arany. Igazából az kellett nékem. Megnézzük, lehet járni ide van. Sincs nálam semmi. De ez is lehet, hogy valakinek kell majd, csak ez sokat nyom, úgyhogy nem szívesen hordozgatnám. Na, azért nézzünk be ide is, hogyha már itt vagyunk. Szerelő plusz 5. Gatyesz. Nocsesz. Megnézzük át, ha van valami jobb gatya, az ahogy azt keresek most. Lájtán ez is 3-os. Ez az 1-es, de intelligenciát ad, azt pedig nem adjuk. Itt nagyon értékes az intelligencia. Hát sem is kubuk 2, akkor lehet, hogy nincs meg. Ez még jó lett volna, minden vásárlásnál berakom. Megvan. Akkor még Blackwater. Ezt korábban kellett volna megvenni. Csak most forrultam volna. Most persze bent van. Még jó este van már. Ez 4-es.
basszus az emberkémre. Hát mondjuk a Citadellában az a 15 darab körülbelül az elég lesz. Fákjából. Azt tudom, hogy tudok itt átmenni. Megijedtem. Utána visszahoztam, már elveszi a kuponját, és felveli, felnéz a üres szemüregekbe pillanatra. Aztán rárak egy jó minőségű állatbőrt a kuponyára, és a felszínre rakja. Vissza fogjuk térteni a koponyáját a testéhez, és a nagyfőnök újra békével, nyugalomban fekszik. Most akkor szeretnénk a kulcs ügyét. Omar most igen halkozka barátom, és ő segíteni fog neked. Most már elveheted a kulcsot a ládából, hát akkor még így is meg tudtam volna tenni. Most pedig az óriások szintén segíteni fognak a koponyákkal való harcban. Egyetlen út a szitalán belül az előső kapun van, de a goblinok nagy számok fognak megtalálni. Az óriások segítségedre jönnek, amikor ez megtörténik. Segítünk szétszúzni a goblin védelmet, de az óriások nem követhetnek be a belső részre, mivel túl nagyok vagyunk. Most menj, az óriások tudni fogják, hogy mikor mész a goblin szitalán felé. Az óriások a te oldalon lesznek, barátom. De hát akkor nem is kell tudni egyedül lezúzni. Bár, nem tudom, nekem annyira nem éreztem szükségességét. Azt a mennyi XP-t adott. Ugrottam is egy szintet. Ezt majd felhasználjuk, ha rossz helyzetben vagyok. Még visszavisszük a három tojást. Elmar Rider, Warrior Town. Nincs egy küldetés.
Ide kell vinni. Jaj, erre nem lehet menni. Csak kerülővel. Kíváncsi vagyok, mit adnak ezek az ajánlások. Ide kell berakni. Aztán. Ja, nem, hát akkor a következőre valót adja oda. Automatikus szint. Hát, jó, de végül is még elég sokká. Elfogadjuk. Hát most jót. Na, mindegy, elfogadjuk. Na, expertek vagyunk 14-es szinten. Nem fog szintet ugrani, mert akkor majd ahogy hát szükségem lesz rá, ahogy azt már mondottam. Már lehet inkább a lonlopba kéne menni, és akkor innen. Innen lehet így egyszerűbb. Lonloft. Nem is tudom, hogy mióta. Map neve. Valószínűleg észak-kelet Krakamir. Hosszem. Hát csak most végig villogni fog ez a kereszt, az egy elég idegesítő dolog, de... Csak itt van valami zöldet jelzett, ja. Nem lehet valahogy bemenni. Nézzük meg. Nekem ez titkos hely, gyanús. Helyszín. Ah, nem. Én rosszul is jártam. Eastern Krakamir, or Isaac Krakamir. Ja, igen. Nem kaka, hanem Krakamir. Akkor lefele kell menni, sajnos. Lát jövök, akkor ide jövök, ja. Most sok pár területnél nem lehet utazni, megnézi itt a dolgokat. Itt is vagyunk a Citadellánál, a nagy
feladat lesz. Hát így a két szintű ugrással ez remélhetően megoldható lesz. Nem lesz vele probléma. És jó kell beosztani a pontokat majd. Egyébként ez egy fontos dolog lesz. Ja igen. Ahogy beérsz a kapuba, realizálod, hogy szinte a pokol nyílt meg. Egyet remélem az, hogy Omar tartja igaz szavát és ígéretét, és az óriások segítkeznek abban, hogy bejuthass a Citadellába, de hát ezt már nem kell, mert megoldottam mindent. Óriások nélkül is. Pont besötétedik, ahogy bemegyek a besötétendő belső részekbe, a Goblin Citadellába. A Citadellán belül az air, a levegő stagnál és kemény goblin szagárad. Ilyen csavaros, ilyen kanyargós. Tehát ilyen kanyargós folyósók láthatóak a távolban, arra utalva, hogy egy érzéketlen improvizált módszerrel készült el a Citadellus szerkezete. Mindenképp óvatosnak kell lenned itt, mivel kétségtelenül veszélyes lehet itt a sötétségben császkálni. Vagy hát igazán az árnyak között császkálni. Minden egyes sarkon, minden egyes árnyékban. Hát igen, csapdák várhatnak ellenfelek, gondolom. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Lehet, hogy az utolsó, vagy legalábbis utolsó előtti videóban, addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!